Üdvözlök mindenkit, szervusztok! Én Körömi Attila vagyok, ez pedig az XYZ Pécs, a Momentum vlogja. Azért indítottam vlogot, mert a jövő tavaszi országgyűlési választáson a Momentum mozgalom jelöltjeként indulok a Baranya megyei 2. számú választókerületben. 14 évig a Fideszben politizáltam, utána egy rövid ideig az akkor frissen alakult Jobbik útkeresését segítettem. 2006-ban visszavonultam a politikától. Hogy kerültem a Momentumhoz? Hogyan lettem jelölt? Erről szól a vlog és a vlog következő részei. Kezdjük az elején. 89-ben 30 éves voltam. Morális alapon kapcsolódtam be a politikába, léptem be a Fiatal Demokraták Szövetségébe. Emlékszem, mélyen megérintett, amikor szembesültünk a rendszerváltoztatás során az állampárti 40 év jogfosztásaival, bűncselekményeivel, hazugságaival. Családi vonatkozás, hogy nagybátyámat a gulágra hurcolták. Nem volt még 20 éves. 1996-ig, a könyve megjelenéséig erről a családban nem tudtunk. Dédnagyapám akkor így írt nagymamámnak. Tudatom, hogy én most nem érzem jól magam, mert a kedves Gyuszi fiamat 13-án valami fejjelentés folytán letartóztatták és fogdába vitték, és 15-én el is vitték Csaba felé, de nem tudjuk hova, és hiába érdeklődők bárhol, nem adnak felvilágosítást. Nagy bűne van, csak azt mondták. Emlékszem, nagybátyám 2000 után az iskolákat járta, hogy a tanulók is halljanak a gulágról. Egy ilyen osztályfőnöki órára még én is elkísértem. Már 56-ról is szabadon lehetett beszélni. A 301-es parcellát érintő információk sokkoltak bennünket. 1989 tavaszán azonosították Nagy Imre és 1958-ban kivégzett társai maradványait a 301-es parcellában. Hogy pontosan hol vannak, senki nem tudta. A dokumentumok alapján kutatták át a parcellákat. Ekkor derült ki, hogy Nagy Imrét arccal lefelé, Maléter Pált és Gimes Miklóst egymás fölé temetve találták meg. Kátrány papírba tekert, ócska drótokkal össze drótozott csontok az a gyönyörű embernek a földi maradványai, hát az nehéz volt ott. Még ma is egy kicsit hátam borsózik. A 90-es fordulat előtt az államadósság nagysága nagy titok volt. Úgy félt az állampárt a nyilvánosságra kerüléstől, mint a tűztől. A választás után Antal József állát nyomta ez a teher. Magyarország az elmúlt évtizedekben 20 milliárdos adósságot halmozott fel. Ebből a 20 milliárdos adósságból a tényleges befektetés alig több, mint 4 milliárd dollár. A többi az előttünk görgetett adósság, a kamatok az újabb hitelfelvételekből származik. 16 év alatt az államadóság 10-szeresére nőtt, és nem emlékszem, hogy az ország szembesült volna akkor ennek a súlyával. Engem viszont magával ragadott a lelkesedés, az igazságkereső tenni akarás. 90-től 12 éven át a Fidesz helyi képviselője voltam. Akkor nagyon új volt ez az egész. Az utcáról kerültünk be, és döntöttünk fontos kérdésekről a közgyűlésben. Ilyen volt például a hajléktalan ellátás rendszerének kiépítése, vagy a Gandhi gimnázium elindításának segítése. De a szociális szférában, illetve a lakásgazdálkodásban is újító szándékok vezettek bennünket. A volt tanácsi bérlakásokat tömegesen adtuk el a bent élő bérlőknek, hogy a lakótelepeken is megjelenjen a tulajdonosi szemlélet, és a város is bevételhez jusson. Ezek a bevételek adtak alapot a későbbi csatornázásokhoz. De az állam meg akarta akadályozni a programot. A vita azon volt, hogy az önkormányzat szabadon gazdálkodhat-e a lakásvagyonával. A kérdést az Alkotmánybíróságra vittük, a bíróság nekünk adott igazat, és ez a modell pécsi modellként vált ismerté az egész országban. A közgyűlési munkám alapján 98-ban felkértek, hogy induljak az országgyűlési választáson. Parlamenti képviselő lettem, 2002-ben megismételtem a mandátumszerzést. Hogy milyen képviselő voltam? Az ütköző típus maradt meg leginkább rólam az emberekben. Pécset a szocialista városvezetés és a saját ügyeink egyik legmarkánsan bírálója voltam, hiszen nincs különbség abban, hogy a politikai ellenfél vagy a sajátjaink halásznak a zavarosban, és bizony 99-től megjelentek a mutizások is. Hírhet ügy volt például, amikor a Horn kormány az egyik saját megyei politikusunk tulajdonában lévő ingatlan bérelt vissza egy állami hivatal elhelyezésére, és ez csak 98-ban derült ki számunkra, amikor ő is parlamenti képviselő lett.
A kapott tájékoztatás alapján felhatalmazom és kérem, hogy a B&B Impex külkereskedelmi Kft.-vel készítse el a bérleti szerződés tervezetét. Ez Pulai Gyula, a Horn kormány munkaügyi minisztériumának közigazgatási államtitkára írt a Gyöngyösi Péternének, a Baranya megyei munkaügyi központ igazgatójának 1996. november 15-én. Az államtitkárban egy jövendőmondó veszett el. Gyöngyösinél ugyanis december 13-án hívta meg az érdeklődőket, 5 céget, köztük a B&B Impexet és egy magánvállalkozót az 1997. január 2-i versenytárgyalásra. A tárgyaláson a B&B Impex bizonyult nyertesnek. Nincs mit hozzátenni. Sorban értek a csalódások, hogy mit tettem, mondtam a magamét. Többször is leírtam, hogy rossz az irány. Nem volt elég. 2003. áprilisában a Magyar Nemzetben írtam, ezzel üzentem befelé. Jelenlegi helyzetünkben még annak a párhuzamnak a felállítása is inkább a figyelemelterelés szolgálja, hogy vajon a kampányhibák vagy az elmúlt évekre jellemző, kiüresedett párton belüli munkánk az oka a választási vereségnek, vagy esetleg mindkettő. Hiszen véleményem szerint az előttünk álló kérdések a korábbi évek el nem végzett munkájának és az ebből fakadó lelkületünknek a törvényszerű következményei. Egy évvel később leforrázva ültem a Fidesz április 5-i frakciülésén. Sejtéseim, meglátásaim ott igazolódtak be, sőt, ott került kimondásra, hogy a Kádár rendszer győzött. A polgári Magyarországot építő Fidesz itt adta föl az elveit. Mindent lejegyeztem, ami fontos volt, és azóta is őrzöm, de ami a lényeg, hogy Habony Árpád akkor jelent meg közöttünk. Az, hogy a kádárizmus nem múlt el, sőt, győzött, az mit jelent, és hogy telítődik meg tartalommal? Mit kell annak érdekében csinálni, hogy ezt a ténymegállapítást aztán kihasználja egy párt? Hát ott volt a főüzenet a frakciülés végén, tulajdonképpen félelemre épített politikát kell alkalmazni, olyan témákat kell keresni, amelyekre a félelem ráültethető, amelyre az emberek kitettsége, gazdasági nehézségektől való félelmei fölnagyíthatók, ezt súlykolva el lehet érni azt, hogy az emberek tulajdonképpen egy erős hatalom mögé majd besorakozzanak. Ekkor telt be a pohár, kiléptem a Fideszből. Megviselt, de meg kellett tennem. A következő 2 évben független képviselőként tettem a dolgom, és a Gyurcsány kormány programjáról szóló vitában már új rendszerváltást sürgettem. Gyurcsány Ferenc jelölésével a koalíció az erkölcs és a népakarat teljes kiszorítására törekszik a politikai döntéshozatalból. A rendszerváltoztatás negatív szimbólumának jelölése a legitimitást és az igazságérzetet alapjaiban támadja. Megszavazása esetén a koalíciónak is tudnia kell, hogy a rendszerváltoztatás, mint társadalmi szerződés, semmissé válik. Mindennapjainkra pedig ismét a 80-as évek az igazak. A költő szavaival élve, a jognak asztalánál lopnak. Tisztelt koalíciós képviselők, a becsületes út az lenne, ha nem szavaznának bizalmat Gyurcsány Ferencnek. Így teremtve lehetőséget egy előrehozott választás kiírására, a politikai tabula rasa megteremtésére. Az utolsó parlamenti felszólalásomkor nem tudtam, hogy az ma szimbolikus jelentőséggel bír. Polt Péter legfőbb ügyészt interpelláltam. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt legfőbb ügyész úr! A Népszabadság 2004. augusztus 19-én megjelent számában Megyesi Péter a következőt állította. Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel. 3 nappal később a Magyar Televízió a Szólásszabadsága című műsorában ezen állítását megfejelte azzal, hogy a sajtóban megjelent ügyeknél többről van szó, hiszen elég nagy baj lenne, ha a miniszterelnök csak annyit tudna az SZDSZ ügyeiről, amennyit a sajtó közöl. Miután Megyesi Péter egyértelmű nyilatkozatait felelős miniszterelnökként tette, ezért a BTK alapján alapos a gyanú, hogy őt büntetőjogi feljelentési kötelezettség terhelte, és terheli a mai napig is. Úgy tűnik, hogy Magyarország egyre inkább hasonlít az 1992-es Olaszországhoz, amikor néhány ügyész dolgozni kezdett, és a teljes politikai elit került vád alá, akár jobb, akár baloldalt nézzük, akkor Olaszországban. Azért kellett volna kérni a legfőbb ügyészségnek, illetve az ügyészségnek Megyesi Péter mentelmi joga fölfüggesztését,
mivel közvádas cselekményekre utalt, nyilván az országgyűlés ilyen esetben kiadta volna az ő mentelmi jogát, és egészen más úgy álláspontot képviselni és véleményt mondani, és tanúvallomást vagy vallomást tenni, hogy az ügyészség kihallgatja az illetőt, mint hogy esetleg az SZDSZ nyomására ő elkezdi a saját érveit visszapuhítani. Ezért minden személyes tiszteletem ellenére engedje meg, nem fogadom el válaszát. És ezt kérem a tisztelt háztól is, hogy bizottság ülésen legalább vizsgálható legyen az a mondat, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel. Az akkor nemrég alakult Jobbik útkeresésébe is bekapcsolódtam, mert segíteni szerettem volna, és nem a politikától, hanem a Fidesztől csömörlöttem meg. Azonban, amikor megjelentek a számomra válhatatlan hangok, és az is kiderült, hogy a pártelnöksége más gondol a Jobbik jövőjéről, mint én, csendben elváltak útjaink. Ma már kevesen emlékeznek arra, hogy valójában a Gyurcsány Ferenc öszödi beszédét követő őszi megmozdulások gyorsították fel a Jobbik radikalizálódását, de már nélkülem. A 2006-os országgyűlési választáson független jelöltként indultam Pécset, így kívántam pontot tenni képviselői munkám végére. Tiszta lelkiismerettel léptem ki a politikából, és helyezkedtem el a civil életben. 8. éve kereskedelmi szakmai tantárgyakat tanítok, és osztályfőnök vagyok. Élveztem a tanítást, leköt, de éreztem, hogy több mindent újra kell gondolni, hiszen a Fidesz elindult a pártállami rendszer kiépítésének útján. Naponta kérdeztem meg magamtól, hogyan lehetne hatni a közéletre. Kivonhatom magam a közállapotokból? És januárban zászlót bontott a Momentum, egy tenni akaró, céltudatos új politikai generáció. Mindig mondtam az ismerőseimnek, hogy váratlan fordulatok hozzák el a reményt. Szerintem a politikai elitnek bocsánatot kéne kérni a Momentumtól, hogy ilyen országra kellett ráeszmélniük, hogy miközben ők iskolába jártak, addig az ország vezetői széthordták az ország anyagi és lelki javait. De a Momentum nem bocsánatkérésre várt, hanem egyszerűen szeretne beleszólni az ország közállapotaiba. Az én alapértékeim nem változtak. A demokráciában, a szociális piacgazdaságban hiszek, és pontosan tudom, hogy csak a korrupciómentesen, átláthatóan működő állam lehet jó állam. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala nélkül véleményem szerint nem lehet tiszta lapot nyitni. Ezt olyan fontos kérdésnek tartom, hogy egy külön vlogban fogok vele foglalkozni. Hiszek a polgári gondolatban, az adó tisztességes megfizetésében. Hiszek a kultúrát párbeszédben, a kritikus gondolkodásban, a felelősséggel önállóan cselekvő polgárban. És biztos vagyok benne, hogy ezek a tulajdonságok ott vannak a konzervatívokban, liberálisokban, baloldaliakban, zöldekben, és azt is tudom, hogy a polgári attitűd az csak egy szelete a mindennapoknak. Én ezt hozom a Momentumba. Magaménak vallom a Momentum alapértékeit, nagyon fontos az esélyteremtés, a szolidaritás a mindennapokban, nagyon fontos a teljesítményelvűség elterjedése az országban. És végre van egy politikai párt, aki komoly programmal áll a választók elé, elegem van a szlogenszerű pártkampányokból, a szlogenekből, a hívószavakból, igenis szükség van arra, hogy az emberek egy komoly program alapján is tájékozódni tudjanak. A legutóbbi választásokon a Fidesz választ. Egy politikai szimpatizánsa is sem érdemlik meg azt, hogy Bianco csekkért cserébe döntsenek 4 éves parlamenti képviseletükről. Ezért azt javasoljuk, hogy a választások előtt minden pártnak kötelezően le kelljen adnia egy hivatalos választási programot, ami így felkerülhet egy közös, áttekinthető honlapra is. A mindennapi munkában látom, hogy a 16-18 éves korosztály mekkora hányada került az utcára azáltal, hogy a hatalom leszorította 16 évre a tankötelezettség korhatárát. Tanárként naponta látom a szegénységet, látom a megoldhatatlan gondokat, ugyanakkor azt is látom, hogy lehetne segíteni. Éppen ezért számomra nagyon fontos, hogy a Momentum megtízszerezni a gyermekjogi képviselők számát, bevezetni a pánikgomb rendszerét, amivel nem csak a családok, hanem az iskolák munkáját is hihetetlen módon tudná segíteni. Egy új erőzászlót bontott. Én sem hallgathatok arccal és névvel vállalom a Momentum mozgalmat. Melléjük álltam, az a dolgom, hogy segítsem őket, és az a feladatom, hogy a generációmat is erre biztassam. Írjatok e-mailt, keresetek a Facebookon, iratkozzatok fel a csatornára, itt a vlogon pedig néhány hét múlva találkozunk. Sziasztok!